A támogatás azoknak az anyáknak szól, akik most szeretnének hozzájutni az első ingatlanjukhoz. A kormányhatározat előlátja, hogy esetükben az ingatlan vásárlás könnyített módon és gyorsabban történhet meg. Hogy hogyan? Úgy, hogy határidőket jelöltek ki, amely ideig mindenképpen döntést kell hozni az ügyükben. Ezt pedig eddig nem írták elő hangsúlyozta Jelena Lalatovic illetékes államtitkár. Amikor az anyák most átadják a kérvényt, már tudják, hogy a dokumentációjuk 30 napon belül biztosan az illetékes bíráló bizottság elé kerül. A bizottságnak is 30 napos határideje van arra, hogy döntést hozzon, hogy a kérelmező anyát megilleti-e, vagy sem a jog. Odnosno odluku o ilini priznányú práva. Az adott ügy tehát egy hónapon belül a bizottság elé kerül, majd legkésőbb újabb egy hónap múlva döntés is születik, vagyis választ is korábban kap az anya. Az előző rendelkezésre egyébként több panasz is érkezett, és az egyik éppen ezt érintette, vagyis azt, hogy sokat kellett várni a határozatra. Többen azt is nehezményezték, hogy előszerződést kértek tőlük, továbbá azt, hogy pozitív elbírálás esetén még két hónapig várniuk kellett, mire átutalták nekik a pénzt. Az előző rendelet szerint a kérvényről az ingatlan adásvételi előszerződése nélkül nem döntöttek, vagyis találniuk kellett egy lakást, de magát a jogi eljárást nem tudták befejezni, vagyis az ingatlan nem cserélt gazdát. A nők nem lettek lakástulajdonosok. A probléma amiatt merült fel, hogy az anyák, amikor pályáztak, nem volt tulajdonuk, nem voltak lakástulajdonosok, ami előfeltételként is szerepelt. Ám, amikor a kérvényt és a dokumentációt a bizottsághoz eljuttatták, és amikor a kataszteri hivatalban ellenőrizték a státuszukat, már lakástulajdonosként voltak feltüntetve. Emiatt pedig a pályázat egyik előfeltételét nem tudták teljesíteni. Nevezetesen, hogy nem lehet ingatlan a nevükön. Mi az eljárás, ha olyan lakást venne az anya, amely még épülőfélben van? Az államtitkár így magyarázza. Az előző rendelet előírta, hogy az eladónak bejegyzett tulajdonosnak kell lennie, a kataszterben ingatlan tulajdonosként kell szerepelnie, és az ingatlannak nem volt szabad terheltnek lennie most másként van. Az épülőfélben lévő lakások esetében a kérvényezőnek be kell nyújtania a bizonyítékot, hogy az eladó előjegyezte őt tulajdonosként a kataszterben, és az ingatlanon továbbra sem lehet teher. Az épülőfélben lévő lakások tehát eladhatók használati engedély nélkül is. Az új kormányrendelet egyértelműen felsorolja, milyen feltételeknek kell megfelelnie, és mi mindent kell bizonyítania a kérvényező anyának. Az első alapfeltétel, hogy az anya a gyermekét 2022. január 1 -e után szülte meg. Most először válik lakás vagy háztulajdonossá, vagyis mostanáig nem volt sem lakás, sem háza nevén Szerbia területén. Továbbá, a házastársa, illetve az élettársa sem rendelkezik sem lakással, sem házzal. Nincs közös ingatlanjuk sem, az eladó bejegyzett ingatlan tulajdonos, az ingatlanon nincs teher. Abban az esetben pedig, ha házépítésről van szó, a kérelmezőnek kell lennie annak a földnek a tulajdonosa, amelyre építenek majd. Tehát a Földnek a kérvényező nevén kell lennie. Az állam az anyákat legfeljebb 20 ezer euróval segítheti lakás, illetve házvásárláskor. Hogy mégis mekkora támogatást kaphatnak adott esetben, arról az államtitkár beszél. Minden konkrét esetben a vásárolt ingatlan értékétől függ a támogatás. Az érték függ az adásvételi ártól, amely a szerződésben vagy az előszerződésben szerepel. Az adásvételi ár 20%-a lehet a támogatás, azzal, hogy a maximális összeg 20 ezer euró lehet. Ha épülő lakásról van szó, akkor a munkálatok értéke a mérvadó, ezt pedig előszámla igazolja. Az új rendelet hatásairól még korai beszélni. Ami a régi rendeletet illeti, korábban összesen 415-en kérvényezték a lakás, illetve házvásárlási támogatást. Ebből 112 igénylést hagytak jóvá, az állami hozzájárulás pedig 1 millió 250 euró volt.